Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Építőipari innováció készül Dombóváron. Több mint 400 millió forintból épül egy polisztirol előállító és újrahasznosító üzem, mely két innovatív termék gyártását is végzi majd. Ezeket a veszélyes hulladéknak számító használt hungarocerból készítik majd. A gyártás két éven belül elindulhat. Így fog kinézni a polisztirol gyártó és újrahasznosító üzem Dombováron. Ezen kívül a cég két innovatív termék gyártásával is készül. Az egyik a lábazati hőhíd megszakító elem. Ez a váz, és a vázat újrahasznosított polisztirol darálékkal töltjük fel. És ez a polisztirol darálék, ez hulladékból ledarált, újrahasznosított anyag. Lényegében hőszigetelő funkciót fog betölteni a doboz, és ahhoz, hogy ezt mi előállítsuk, nem viszünk be jelentős energia többletet az újrahasznosítás során, mint hogyha mondjuk ezt visszagranulálnánk, és a granulálást követően újra táblásítanánk. Ezért nagyon környezetkímélő ez a fajta újrahasznosító megoldás. A lábazati hűt megszakító elem az a talajból fölfelé áramló hideget tulajdonképpen megszakítja, nem engedi fel az épület főfalain, és így ezzel energiát lehet megtakarítani, illetve a fal sarkaiba nem keletkezik penészzúg vagy hideg érzet. Az ekodoboz, az pedig ugye az újrahasznosított polisztirolt ugyanabban a funkcióba helyezik, amiből hát tulajdonképpen kivettük, hőszigetelésre használjuk, tehát mintha valaki vásárolna grafitos polisztirolt, vagy fehér polisztirolt, tulajdonképpen ugyanolyan táblákat gyártunk ebből, és ezt lehet hőszigetelésre alkalmazni. Ez az anyag nehezen bomlik le, tehát több száz év a bomlási ideje, és hát nem gyakorlatban nem nagyon tudnak vele mit kezdeni, és hát károsítja a környezetet. Tehát tulajdonképpen azt szeretnénk, ha minél kevesebb anyaggal tudnánk károsítani a környezetünket, és akkor az unokáinknak is jobb környezetet tudjuk biztosítani, mint magunknak. Részt vettek egy pályázaton, aminek a segítségével létrehozhatják a polisztirol üzemet. Ez a beruházás meghaladja 400 millió forintot, a vállalatnak a létszámát pedig 10 fővel fogjuk bővíteni. Ahhoz, hogy a beruházás zökkenőmentesen történjen, sajnos szükségünk van egy kis területre is. Erre a terület igényre az önkormányzat nyújt segítséget, egy nem használatos területéből körülbelül 2500-3000 négyzetméter ad el nekünk. A város polgármestere elmondta, örül, hogy ezzel a rég nem használt terület értékesítésével segítik ezt az innovációt. Nagyon fontos, hogy olyan ügyben tudunk közreműködni, még akkor is, hogyha ennek a területnek a sorsáról nem voltak semmiféle terveink, hiszen egy egybefüggő zöld felület volt, a Gemcsarnokhoz tartozott. Nyilván a vállalkozó, amikor megkeresett, boldogok voltunk, hiszen Dombóvár életében nem hiszem, hogy az elmúlt ilyen évtizedben volt hasonló esemény, hogy egy innovatív termék előállításához pályázati forrásból nyertek pénzt, és tudnak építeni egy üzemet, ahol ezt tudják gyártani. Ezen túlmenően az, hogy munkája is teremtődik, és 10 főt meghaladóan, azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos Dombóvár életében. Az elkövetkező években már többen hallották tőlem, hogy az ipari parkunkat kívánjuk fejleszteni. Nyilván ez egy néhány éves folyamatnak az első lépcsőn vagyunk, hiszen csak a tervezés szakaszában vagyunk. Ekkor egy üdeszín volt Dombóvár életében, hogy egy több mint 30 éve itt tevékenő vállalkozó továbbra is itt gondolja, hogy bővíti a telepejét, és miután az önfeletemben tőzre tud működni, azt gondolom, hogy ennél boldogabban én ennél nem adhatnék írt, mint ahogy most teszem. Juhász Zoltán a projekt menedzsere pedig elárulta, honnan jött a nem mindennapi gyár gondolata. Az ötlet az igazándiból egy kicsit ez, vagy fogalmazhatok így, ez a zöld vénából fakadt, ami az ügyvezetőnknek abszolút a vesző fonala. Szerettünk volna valami környezetkímélő építőipari megoldást piacra dobni, és ez egy eléggé hosszantartó fejlesztést vont magával.
engedélyeztetések, vizsgálatok, hatástanulmányok, és ennek az eredménye lett lényegében ez a két elem. Egy polisztirol gyártó, újrahasznosító és gyártó üzem fog létesülni ezen a területen, 800 négyzetméter alapterületen, a már meglévő csarnokok bővítményeként építjük fel, és a beérkező polisztirol hulladékot dolgozzuk fel, daráljuk le ebbe az üzemben, és némi új anyag hozzáadásával tömböket habosítunk, majd táblákat állítunk elő habosított tömbből. A háztartásokban keletkezett polisztirol, vagy más néven hungarocell hulladékot már most is le lehet adni a cég telephelyén. A legtöbb elektronikai eszköznek, háztartási készüléknek a csomagoló anyaga is egy EPS polisztirol alapanyag, illetve az építőipari felhasználás során homlokzati hőszigetelő rendszereknél jelentős hulladék keletkezik. Amennyiben ezek az anyagok megfelelően tisztán vannak tartva, és nem egy már felhasznált, visszabontott anyagról van szó, hanem tényleg csak a vágással keletkezett hulladékokról, akkor ezt mi át tudjuk venni, és ezeket az anyagokat újra tudjuk hasznosítani ekodoboz formájában. Szeretnénk, ha mondhatom így, jelentős piaci szereplővé válni a polisztirol gyártás terén, illetve jó volna, hogyha ez egy kicsit példaként szolgálna a többi gyártó felé, hogy ne növeljük a már meglévő műanyag hulladékot, hanem próbáljuk meg azt visszaforgatni és újra hasznosítani. Az üzem építése a tervek szerint még 2021-ben elindul, és két éven belül el is kezdődhet a környezettudatos termékek gyártása. Még nem dőlt el, hogy merre halad majd az M9-es gyorsforgalmi út. Két elképzelés van. Az egyik szerint az új szakasz elkerülné Dombóvárt is. Pintér Szilárd polgármester azt mondja, a térségek országgyűlési képviselői és az érintett települések polgármesterei azért lobbiznak, hogy az eredeti nyomvonalon épüljön meg az autópálya, vagyis Tolna megyén keresztül. Az ugyanis a gazdaságot is fellendítené az adott településeken, és az ott élők életszínvonalát is befolyásolná. Ez az M9-es autópálya tervezett nyomvonala. Szaggatott vonallal lehet látni a gyorsforgalmi út korábbi nyomvonalát. Az új elképzelés szerint az út elkerülné Tolna megyét, vagyis Kaposváról Pécsen és nem Szekszárdon keresztül lehetne eljutni Szeged felé. Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere azt mondta, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az eredeti nyomvonalon épüljön meg az út. Ez már csak azért sem mindegy, mert az gazdasági fellendülést is hozhat a városokban. Azt gondolom, hogy nem minden alap nélkül ez néhány jó érzési Tolna megyei emberbe feláborodást keltett. Köztük a dombováriakba is. Hiszem, hogy az a nyomvonal, ami megjelent több sajtóorgánumban, nem a végleges, és ez az eltérítés, az egy tévedés volt, csak is visszaállunk az eredeti nyomvonalra. Az eredeti nyomvonalnak az egyeztetése 92 óta folyik. Majd 20 év után újabb lendületet kapott, déli autópályáról átnevezték M9-es autópályának, most M90-es gyorsforgalmi útról beszélünk. Szekszárd, Bonyhád, Dombavár érintésével lehetne eljutni Kaposvárra, és azt gondolom, hogy ez a Tolna megyének és a dombvári járásnak egy nagyon nagy kitörési pont lehetne, hogyha autópályához tudnánk eljutni, illetve tudnának hozzánk eljutni. A Tolnai megyeszékhelyen néhány napja tartott egyeztetésen egy közös politikai nyilatkozatot fogalmaztak meg az érintett települések vezetői, országgyűlési képviselők. Céljuk pedig az, hogy az eredeti nyomvonalon építsék meg a gyorsforgalmi utat. Ez lenne a gyorsabb és hatékonyabb megoldás, mondta Horváth István, a szekszárdi választókerület országgyűlési képviselője. Már a korábban közel 20 éve megállapított Tolna megyére vonatkozó M9-es nyomvonal, illetve a Bács-Kiskun-Csongrád megyei nyomvonal, az újra felül legyen vizsgálva, és visszakerüljön a térképre. Mert úgy ítéljük meg, hogy ez a kelet-nyugati mozgásban ez lenne a legoptimálisabb, és a térségünkben élő polgárok, illetve vállalkozások számára ez lenne a legmegfelelőbb. A megbeszélésen az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára is részt vett, aki azt mondta, egyelőre a tervezés szakaszában van a beruházás, és még nem dőlt el, merre halad majd az új sztráda. Az esetleges Szekszárd-Dombóvár-Kaposvár út kapcsolatról azután születhet döntés, hogy egy gazdasági tanulmány megvizsgálja ennek a előnyeit, hátrányait. Az eredeti nyomvonal engedélyes tervvel rendelkezik, emelte ki Pintér Szilárd, vagyis minden készen áll arra, hogy itt építsék meg a gyorsforgalmi utat. Gyakorlatilag teljes előkészítés megtörtént, engedélyezés rendben van. Én hiszem, hogy
visszáll az eredeti nyomvonal, a jó szándék megvan mindenkiben, és az anyagi forrás megléte után ezek a munkálatok megindulhatnak, és remélem, hogy 2024-re, ciklusom végére már autópályán tudok eljutni Szekszárdig. 40 éves a Magyar Madártani Egyesület dombóvári csoportja. Az ez idő alatt megszervezett nyári és erdei táborokban mintegy 8-9 ezer gyerek fordult meg. Mégis kevesen tudják a megyében, hogy léteznek, és hogy mi minden várhat itt az érdeklődőkre. A következő percekben bepillanthatunk a csoport múltjába és jelenébe. Cinegét fogott a háló a dombóvári madárvárta udvarán. A napi rutinhoz tartozik már a madarak begyűjtése, megvizsgálása és gyűrűzése. Hálóból kivettük a madarat, belerakjuk egy jól szellőző vászonzsákba, és ezzel visszük a gyűrűzésnek a helyére. De mielőtt megtanulnánk a gyűrűzés rejtelmeit, ismerkedjünk meg a dombóvári madártani csoport titkárával, Nagy Sándorral és a helyi egyesület 40 éves történetével. Mint az életben mindenkinél, ez is a véletlen műve volt. Én 79-ben jöttem ide, már akkor 30 éves pedagógusként, és először óraadóként és napközisként. És a napközi csoportom egy 40 fős csoport volt, és akkor még a napközi fél hatig tartott mindenkinek. Ki kell valamit találnom, ami értelmes és hasznos is, és elég nevelő erejű. És elkezdtem gyerekekkel terepre menni minden délután, város valamelyik részére. Odokat helyeztünk ki, és erre valamelyik helyi pedagógus fölfigyelt, aki akkor már a Madártani Egyesületnek a tagja volt. Tenne Jenő bácsinak hívták, akit nagyon tisztelek. És ő kérdezte meg, hogy nincs-e kedvem, vagy erőm ahhoz, hogy Dombóvárna egy csoportot létrehozzunk, mert ők a szekszárdi csoportnak a tagjai, de hát elég messze van Szekszárd, és jobban, hogyha az a tizenvalahány ember itt jönne össze. Ez volt 79-ben, decemberben. Ezután Nagy Sándor felment Pestre, a Magyar Madártani Egyesület központi épületébe, ahol előkészületeket tettek a dombóvári egyesület létrehozásához. Április 4-én a csoport úgy jött létre, hogy a napközi csoportomból több mint 20 tanuló belépett a MME-be, és 44 fővel megalakult a dombóvári csoport. Akkor az úgy történt, hogy általában megyénként volt egy csoport, és a szekszárdakkal már megvolt a megyei egy csoport. Mi nagyon baráti alapon elfeleztük a megyét, Palkó Sándorral, aki már sajnos nem él, és a Sió-Sárvíz Bonyhád vonalától, ami nyugatra van, az a 76 település, az dombóvári csoporthoz tartozott, a másik része pedig Paksal és Szekszárddal és a környező településekkel, úgy is nem tudtam, Paksi járás és a szekszárdi járás, és Bonyhád egy része pedig a szekszárd tartott. Egy odúval kezdtük, amit Palkos anya akkor ajándékozott nekünk a csoporttal. Ma pedig azt lehet mondani, hogy a csoportunknak van két erdei iskolája. Ilyen csoport az országban nincs még egy. Mind a két erdei iskolánk jól felszerelt, amink egy tüskében kimondotta jó. A Pacsmagi erdei iskola pedig kőépület, amit egy halőrházakból alakítottunk ki. 1996-tól 99-ig. Így gyakorlatilag a vagyonunk az meghaladja az 50 millió forintot szerintem, ami a ingatlanokban van, illetve a szakmai felszerelésben. És ezt úgy tudtuk elérni, hogy igazából a Pacsmagit kivéve ott kaptunk állami támogatást is, a többinél nem kaptunk ilyeneket, hanem ami nekem az elvám volt a legelején, hogy sokat tanulj gyorsan, jár be az országot, én ezt csináltam 80 és 84 között, az azt jelenti, hogy mindenhova elmentem, ahol madarásztábor működött az országba, mindenhova elmentem, ahol tanulhattam módszertant, ahol már bennünket megelőzve folyt az a munka. Olyan körbe mozogtam, ahol ha akartam, ha nem tanultam, de én akartam tanulni. És gyakorlatilag ez jutottam ide. Ellenem sokan kikoptak itt a 40 év alatt, tehát itt is kezdtem egy nagyon jó csapattal, az iskolából. Úgyhogy akkor még csak munkaközösségvezető voltam. Aztán, amikor iskoligazgató lettem, akkor a dolog még jobban működött, mert hát nyilvánvalóan, hogy fejétől bűzlik a hal. Tehát akkor a környezeti nevelés a profilja lett az iskolának. Nem egy érdekes színfoltja, hanem profilja. Tehát a német nemzetiség, az énekzelmele, a környezeti nevelés is felzárkózott. És akkor azt értem el, hogy mi iskolánkból, ahol 1000 gyerek járt az iskolába, onnan minden évben 400-500 gyerek erdeiskolázott. És az is ki volt alakítva, hogy hova megyünk. Tehát Keletmecsek, Nyugatmecsek, Balaton felvidék. Ahogyan az életkoruk nőtt, úgy voltak egyre fogadóképesek. És aki már volt kétszer erdeiskolában, már a harmadik az nem jelentett gondot, hogy akkor hol fogok aludni, hanem azt, hogy mit fogok látni. Hol tanulok valamit. Az én elvem az, hogy nem szégyen tanulni senkitől sem. Attól sem, aki nálad fiatalabb,
attól meg főleg nem, aki öregebb. És mindig azt tudtam mondani a kollégáknak, amikor igazgató voltam, hogy a tehetségek miért olyan fontosak. Mert ha nem foglalkozunk velük, és nem irányítjuk őket, ők akkor is célba érnek, csak jóval később. Ha segítjük őket, akkor hamarabb célba érnek, tehát hamarabb állnak hasznossá abban a dologban, amit ők szeretnek. De ugyanez igaz a minden emberre és minden szakmára. Ha az ember nem szégyel tanulni bárkitől és nyitott másnak a dolga iránt, akkor önmaga is sokszínűbb lesz, gazdagabb lesz és hamarabb célba ér. Az egykori igazgató elmondta, több olyan volt növendéke is van, akikben nem múlt el nyomtalanul az itt töltött idő. A madarász táborokban nem csak madarászásról volt szó, hanem az első cél, és a cél az a gyerekek nevelése, és az eszköz ehhez a madarak. Az első táborban nem az a fontos, hogy a gyerek mit tudok megmutatni a környezetből, hanem hogy megszokja azt a milliót, hogy közösségben van, hogy a fogmosásért, a WC-ért sorba kell állni, tehát hogy mások dolgai iránt is türelmesek legyenek. És amikor ezt az ember eléri, akkor a második évben, amikor visszajönnek, már azt mondja, hogy ő belül akar aludni a második ágyon. De ma hazajön. A harmadik alkalommal már másoknak is elmondja, ők is ide jöjjenek. Nem véletlen az, hogy a mi táborunkra erre tábor az a jellemző, hogy nagyon sokan 5-10 évig visszajárnak. Tehát van olyan egyetemi hallgató most is, aki most 23 éves, és 9 éves kora óta minden évben tudja, hogy augusztus utolsó hete az itt Dombóváron lesz. Most ennél fontosabb közösségépítés pályázat nélkül nincs. Megközelítőleg ebbe a táborba erdeiskolaként és nyári táborozóként a 8-9 ezer. Tehát van gyerek fordult itt meg. Ezt úgy kell összehozni valahogy, hogy 40 évről van szó. Általában egy évben 3-4-5 turnus van, és most már az erdéskolákkal is gazdagodtunk. Mert addig még nem volt szálláshelyünk, 35 főre, addig kint aludtunk. Azt gondolom, hogy egy pedagógus számára az a legnagyobb öröm, amikor a diákok azok elkerülik. Tehát többet hoznak, mint önmaga, vagy mást hoznak, is lehet mondani. Hát a legbüszkébb a legelső fészekaira vagyok, én szoktam őket nevezni, a 79-84 közötti gyerekekre, akik között több kiváló volt, most közülük sokan igazgatók, iskolai igazgatók, de aki ebből kiemelkedés országos ismertséget szedett magának, az Orbán Zoli. Az Orbán Zoli ma az MMA-nek a szóvivője, aki szinte minden nap szerepel, vagy a tévében, vagy pedig a rádióban. Hát a többsége pedig olyan, aki ide küld a gyerekét. Ezzel mindent elmondtam, tehát hogyha neki jó volt olyan, akkor azt nyugodtan fölvállalja. Tóth Dániel is 9 éves kora óta rendületlenül jár a nyári táborokba. Egy ideje azonban már nem kíváncsi kisdiákként, hanem oktató és segítő szerepében veszi ki részét a munkából. De hol is tartottunk a gyűrűzési folyamatban? A gyűrűzésnek az első lépése, hogy elővesszük a madarakat abból a kis vászonzsákból, amiben a hálónál betettük őket. Ilyenkor madárfogással fogjuk meg. Kicsit izgága. Majd, hogyha kézbe van már a madár, akkor a leges-legelső lépés, hogy meghatározzuk, hogy ő milyen fajhoz tartozik. Ő egy kék cinege, egy nagyon gyakori madárfaj, így a kertvárosi részeken. Majd miután meghatároztuk a fajt, először rátesszük a gyűrűt. Minden többféle gyűrűtípus is létezik. Ez mindig az adott madárnak a lábához kell, hogy igazodjon. A bal lábra tesszük, a bal csüdre, úgy, hogy amikor kézbe van a madár, akkor lehessen ezeket a kis számokat és betűket jól olvasni. Először enyhén rászorítom kézzel, majd a gyűrűző fogóval ráerősítem, hogy záródjon a gyűrű. Ellenőrzöm, hogy a gyűrű elmozdul-e, tehát mindenképpen ennek mozognia kell a csűdön, viszont nem eshet le egyik irányba se a lábról. P391-182-es, és beírom a fajt, hogy kék cinege. Majd ezt követi a kor és a nem meghatározása, ez tollazati bélyegek alapján történik. Náluk abból lehet tudni, hogy fiatal, hogy ezek a kézevező tollak, ezek más színűek, mint a karevező tollai. Tehát ez egy fiatal madár. Zsír az egyes, tehát nem túl zsíros ez a madár, viszont az izom az pedig hármas.
A zsírt azt egy 0-tól 8-ig terjedő skálán határozzuk meg, az izmot viszont 0-tól 3-ig terjedő skálán. Az ő szárnya az 67 mm, ezt fel is vezetem ide a füzetbe. Ezt követően pedig a harmadik evező tollának a hosszát mérem meg. Ezt a kis pöcköt a második és a harmadik evező toll közé helyezem be, és így megfeszítve mérem, hogy 49 mm, és szintén felvezetem a naplóba. Végül pedig a tömegét mérem meg, beleteszem egy ilyen kis zsákba, aminek az alján van egy kis szellőzőnyílás, és a mérőeszközzel pedig megnézem, hogy mennyi a tömege, és 11,4 g neki a tömege, szintén felírom a füzetbe. A komplexumban helyet kapott egy múzeum is, melyben nem csak madarakat, hanem emlősöket vagy hüllőket is láthatnak az érdeklődők. Az anyagnak a nagy része a Szekszárdról származik, a Bosinski Múzeumból. A többi része pedig felajánlás. Amit itt a múzeumban látunk, az körülbelül olyan 150 madárfaj, illetve emlős. Dombóváron 1986-tól 90-ig ez a műfázban volt, 90-től 2018-ig pedig a Belváros Általános Iskolában igazgató voltam. És 18-ban úgy határoztam, miután itt lehetőségünk volt egy termet kialakítani, amiben most tartózkodunk, hogy az anyagot kihozzuk ide, mert akkor az egész éves programunk az nem függ az iskolai oktatástól, és hétvégén is akkor jövünk be ide, amikor akarunk. Amik itt vannak, ezek a preparátumok a nagy többsége, kb. 80%-a az 1940 és 60-as évek között preparálták. Kiváló minőségben vannak, illetve hát jó, szépen is preparáltak annak idején őket, tehát nem mai gyűjteménye, amit itt lát, aki bejöjjön hozzánk. Van itt bent 14 tábla is. Ezek gyakorlatilag a Natura 2000-et és hazánk összes állatcsoportját felölelik. Ez azt jelenti, hogy a halak, kételtel, külök, madarak, emlősök, minden csoportjáról van egy világot érintő tájékoztató, egy Európát, Magyarországot és itt a Konda völgyét. Ma már semmit nem gyűjtünk különben, hanem fotózunk. Ezen kívül rengeteg olyan gyűjtemény van, ami valahonnan valaki felajánlotta. Ilyen például a lepke gyűjteményünk, ilyen a rovar gyűjtemény, ami nem nagy, de azt mondom, hogy egy 14-es korosztálynak ez elég is az a 100 faj körülbelül mindegyikből. Ezek a gyűjtemények nagy többségében a 70-es években valók. Tehát 1970-ben is főiskolás voltam, és utánam lévő generáció felajánlásából kerültek ide. Van néhány trófeánk is, ilyen a dám, a gémszarvas trófea, ősztrófea. Ezek szintén olyan cél szolgálnak, hogy ha valamelyik gyerek érdeklődőbb mondjuk a nagyvadak iránt, akkor abból külön tudunk adni foglalkozást egy esti program keretében, úgyhogy vadász ide hozzánk, és akkor ő beszél a vadakról. A helyünk azért nagyon jó, mert innen egy órán belül el lehet érni a Kátmecseket, a Nyugatmecseket, Pécse városát, Zsikondát, Orfűt, Abaligetet. Tehát nagyon, ha távolabban jönnek a csoportok, vagy akár a megyébe is jönnek, akkor van mit megmutatnunk a területen. A dombóvári madártani csoport tavaly ünnepelte volna a 40. születésnapját, de a koronavírus járvány miatt ez elmaradt. Remélik, hogy idén méltó körülmények között tudják megtartani ezt a jeles évfordulót. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!